Vas Árpád erdélyi magyar író, költő, a magyar irodalom egyik legellentmondásosabb alakja. Egyik oldalon a hivatalos irodalom történet, mint a tudomást se akarna venni róla, miközben mások a legnagyobbak között emlegetik. Masszív politikai felhangoktól sem mentes kultusz alakult ki körülötte. Műveit itthon csak a rendszerváltás óta jelenítik meg, korábban szinte ismeretlen volt. Népszerűsége az 1990-es évek végétől folyamatosan növekszik. Bonyhádon avatták fel először Magyarországon a szobrát, és hoztak létre civil szervezetet a szellemi hagyaték őrzésére és továbbadására jelezve az itt élők szimpátiáját azzal a gondolatisággal, melyet Vas Albert munkássága képvisel. Az idei esztendő rendkívülisége a mindenévi megemlékezésre is rányomta a bélyegét, a hagyományokkal ellentétben idén csendesen idézték meg az író szellemét. Mélység és magasság, idézhetjük Vörös Martit. Ez kétszeresen is helyén való, egyrészt mert itt állunk a költő nevét viselő művelődési központ mellett, másrészt mert itt vagyunk Vas Albert magyar író szobránál. Az ő bonyhádi szobráról beszélünk és az életműről, mert abban jelen van a szellemi magasság és a gondolati mélység, és ez az, ami igazán fontos. A világ első köztéri szobra itt áll 2005. január 8-a óta. Ez jel, jelzés az értő és érző szívű magyaroknak, hogy az értéket nem hagyjuk veszendőbe menni, mert az író hagyatéka elsősorban erdélyi magyar testvéreinké ugyan, de minden magyaroké is. Súrján József a Vas Albert kerekasztal alapítójának gondolataival emlékeztek meg az alkotóról. Szabó László, az asztaltársaság elnöke azt mondta, egyre többen olvassák Vas Albert műveit, népszerűsége folyamatosan növekszik. Nemrégiben része lett a nemzeti alaptantervnek. Annak idején, amikor én először találkoztam Vas Albert írásművészetével, az első könyv, amit elolvastam tőle, illetve meghallgattam hangos könyv formájában, az a Ember az országút szélén című regény volt, és akkor döbbenten ismertem föl, hogy ennek az írónak kötelezővé kéne tenni a könyveit legalább a gimnáziumi évfolyamok sorában, és ez most bekövetkezett, hát kellett rá várni, hogy több mint 15 évet, de eljutottunk odáig, hogy ma már benne van a nemzeti alaptantervben. Vas Albert, igen, úgy gondolom, hogy itthon van Bonyhádon, hiszen itt, tehát Bonyhád egy olyan befogadó település, ahol svábok, székelyek, erdélyi magyarok, felvidéki magyarok, délvidékiek békességben élnek együtt, és ha valahol, akkor itt van a helye Vas Albertnek is, aki kényszerűségből elhagyta hazáját, Erdélyt és Magyarországot. A Vas Albert emléknap minden esztendőben egy rajzversennyel gazdagodik, melynek keretében a gyerekeknek meghatározott mesékre kell illusztrációt készíteniük. Az idén a megszokott közös rajzolás a vírusveszély miatt lehetetlen volt, így mindenki otthon készíthette el alkotását. Minden eddigihez képest magasabb számban érkeztek be pályaművek, és hát a színvonal semmit nem csökkent, sőt azt lehet mondani, hogy talán emelkedett. És hát most online módon fogják majd a gyerekek megtudni, hogy ki milyen eredményt ért el. A szokásoknak megfelelően a város vezetői és a civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat Vas Albert szobránál.